Sziasztok! Biztos sokan ismertek már. Én vagyok Dóri. Eltelt egy év, és ez a nyavajás korona még mindig itt van, pedig azt hittem, karácsonykor már együtt lehetünk Tatáikkal Csíkban. Aztán meg azt is nem értem, hogy majd húsvétkor, áprilisban. De sajnos nem mehettünk, így még egy rendes hóembert sem tudtam építeni az idén, pedig egészen áprilisig tartott a Hócsíkban. De szerencsére vannak már jó hírek is, mondta anya még karácsonykor, hogy a tudósok feltaláltak valamit, amivel meg lehet akadályozni, hogy a koronavírus terjedjen és megbetegítsen minket. Apától tudom, hogy ez a vakcina, vagy minek hívják, egy magyar tudós, Kati néni találmánya. Én nagyon büszke vagyok erre. Szóval, ha kapsz ilyen oltást, akkor már nem tud átugrani rád a vírus, hogy megbetegítsen. Pili mama már megkapta az oltást, és András tatát is rávette apa. Igaz, nem volt könnyű dolga apának, azt mondja, tata túl sok tévét néz, ezért fél az oltástól. Ezt nem is értem, mert én azt hittem, hogy a koronavírustól kell félni, nem az oltástól. Most már apa és anya is túl vannak az első oltáson, de kettő kell legyen belőle, hogy biztos legyen, azt mondta apa. Anya azt ígérte, hogy ha mindketten megkapták a másodikat is, akkor meglátogatjuk tatáikat. Mondtam nekik, hogy akkor siessenek, mert nagyon hiányoznak már András tatanyulacskái, meg Pili mama tejberizse. Na, nem akarok sokat beszélni, szóljátok ti is a nagyszülőknek, ne hagyjátok, hogy kimaradjanak és megtámadja őket a korona. Ha őket is beoltják, akkor már együtt lehetünk, és minden olyan lesz, mint régen.